Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok. Jó napot kívánok! Két fiatal szabadkai képzőművésszel, Kozma Laurával és Pesti Emmával fogunk a mai műsorban beszélgetni. Nagyon sok közös dolog van bennetek. Az egyik, amit már mondtam is, hogy mindketten képzőművészek vagytok, mindketten ugyanabban az évben születtetek, és mindketten dr. Bodrogvári Ferenc díjat kaptatok az idén. Tehát fiatalok vagytok, de azért már a pályátoknak van alapja, van egy pici íve, elindult fölfelé. No, de hát akkor kezdjük az elején, hogy hogyan is kezdődött ez, hogy léptetek erre az útra. Még annyit hozzátennék ehhez, hogy még van dolog, ami közös bennünk. Ugye Laurával mi egy középiskolába jártunk, egy osztályba. Pattársak voltunk, egymás mellett is ültünk. Valamint egyetemen is egy szakra jártunk Szegeden. Együtt is laktunk egy évben. Úgyhogy igen, elég hosszú már ez a kapcsolat. Szóval sokkal több közös dolog is van, mint ami elsőre tűnik. Szegedre jártatok egyetemre, de amíg az a döntés megszületett, hogy képzőművészettel foglalkozzatok, hogy jutottatok el odáig? Laura. Igen, szerintem ez egy ilyen út, amin mindig kipróbálunk valami újat, tehát így startban nincs meg az, hogy pontosan majd én tájképfestő leszek, meg ilyesmi. Tehát a képzőművészet az csak egy ilyen terület, tehát azon belül rengeteg minden lehet utána az ember. Ugye Emma festészetre ment tovább, én grafikára, és amit most csinálunk, az is szerintem egy-egy állomás, meg ez így is egészséges. Nem tudom, szerintem ez úgy kezdődik, hogy gyerekkorában kinek mire van hajlama, és akkor azzal elkezd vagy szakkörszerűen, vagy kicsit komolyabban foglalkozni, és kialakul. Te ugye csantavéri vagy, ott milyen szakkörrel, vagy hogyan lehetett ezzel foglalkozni? Hát általános iskolán kívül, hát talán ilyen nagyobb ünnepeken a művelődési házban, de ott, hát nem is tudom, talán kevés a gyerek, meg kevés a szervezés, olyan téren, hogy kitaláljanak újat az emberek, inkább a csantavériek is Szabadkára jönnek be külön szakkörökre, külön csoportokba. Szerencsémre sikerült egy évet tanítanom a csantavéri iskolában. Előtte szakköröztem is velük a gyerekekkel, de ebben így pont kimerült. Tehát, hogyha valaki már kicsit így komolyabban foglalkozik a gyerekek közül, akkor már így város felé orientálódik. Laura, hogy elmondta, ez egy hosszú folyamat. Én Boros Gyurka bácsinál kezdtem rajzolni annó, még első osztályos koromban. Aztán pedig ugye egy osztályba jártunk Laurával, Suhajt az itt a festőművész volt az osztályfőnökünk. És így utólag visszagondolva, meg ahogy így kérdezgették már pára, hogy hogyan jutottam ide, ahol most vagyok. Tehát nagyon sokat jelent az, hogy milyen emberek voltak körülöttem, milyen emberek befolyásolták ezt az utat. Most, ahogy Laura mesélt, közben eszembe jutott, hogy amikor ugye mi elkezdtük az egyetemet, első év az még egy ilyen általánosabb szak volt, és első év után kellett választani szakirányt. És akkor az a tanárnő, akihez én jártam műterem gyakorlatra, ő tanácsolta azt, hogy nekem festészetre kellene tovább mennem. Mert most így visszagondolva, akkor én nem voltam benne biztos, hogy grafika vagy festészet. És ő akkor úgy tűnt, hogy azt látja bennem, hogy nekem festeni kell, és én hallgattam rá. De lehet, hogy ha ő nincs, akkor vacilálok, és az is lehet, hogy a grafikát írom be, és lehet, hogy akkor egész máshogy alakul minden, vagy akkor nem alakul ilyen jól, mert lehet, hogy nem az lett volna az én utam. És neked esetleg volt ilyen személy? Hát igen, én is így hozzátenném azt, hogy tényleg ezért nehéz elgondolkodni, de hogyha úgy már megtesszük, akkor tényleg az egyetem az, meg az egyetemen a külön tantárgyak, meg a tanárok, akik itt legfőképpen befolyásolják azt, hogy így mit is döntünk. Én azért nem mentem festészetre, hanem grafikára, mert mindenki festészetre akar menni. Jó, akkor én nem, akkor én grafikára mentem. Azt sem tudtam, hogy mi az, de azért oda mentem. És nagyon-nagyon megteszett. Ez egy ilyen műhely munka, tehát ilyen jó festékes a kezünk, nyomda festékes, nagy prést kell tekerni, tehát jó biceps is kell hozzá. Nagyon izgalmas volt, tehát ott ki lehetett próbálni kerámiát.
kerámiát, ki lehetett próbálni szobrászatot, mindenfélét, és akkor mindent, amit elsajátítottunk, azt aztán a saját utunkon tudtuk felhasználni. Viszont a te Környékkép című kiállításod, ami több vajdasági településen is látható volt az elmúlt időszakban, nem grafikákat, ezen a kiállításon nem grafikákat állítottál ki, tehát akkor mégis letértél a grafika útjáról? Nem tértem még rá a grafika útjára, mondjuk rá, tehát így be tudom jelenteni, hogy most már nekem is van saját grafika présem, még nem próbáltam ki, nagyon friss. Úgyhogy a közeljövőben remélem, hogy lehet számítani grafikákra. Ugye az volt ennek az oka, hogy csak művésztelepeken lehetett grafikázni, tehát nyomtatni. Otthon ugye ez annyira nem egyszerű, de most már ennek is eljött az ideje. Mielőtt akkor tovább haladnánk, álljunk meg egy pillanatra itt még a kiállításodnál, a Környékképről, amiről Patócs Lacinak a bevezetőjét lehetett hallani, és ő azt mondja, hogy a legjellemzőbb erre az, hogy a természeti környezet és az urbánus környezetet ötvözöd, és a te művészeted az egy sajátos hang, egy sajátos szín, íz a vajdasági magyar festészetben. Hogyan születnek meg ezek a képek? Tehát akkor ez egy ciklus nyilván. Igen, én nagyon örülök, hogy ő nyitotta meg a zentai kiállításomat, mert én nem tudtam ennyire jól megfogalmazni, hiába vagyok tanár, nagyon sokszor nehezemre esik, hogy érthetően egyszerűen válaszoljak ilyen kérdésekre. Tehát az, hogy egyszerre van városi motívum is a képeken, meg természeti is, ez valami olyasmi akar lenni, hogy tehát se nem városkép, se nem tájkép. Tehát azért adtam ezt a címet is neki, hogy Környékkép, kár hogy más nyelven ilyen nincs, magyarul most ezt így kitaláltuk. De úgy történik ez az egész dolog, hogy hát igazából busszal utaztam sokat eddig, most már ugye nem, mert most már Szabadkán élek, hogy láttam dolgokat, van, ami százszor is egymás után, többször, és lefotóztam őket. Tehát én fotó alapján dolgozok, hasonlóan előre elkészítem, mind ahogy a grafikákat kell, tehát számítógépen kivágom, hogy az mekkora legyen, milyen színű legyen, és akkor minden, ami nekem fontos egy képen, azt beállítom rajta, és igazából onnantól kezdve egy ilyen mondjuk 70% vagy másolás következik, tehát amit így útközben látok, és ami megfog, ezek az épületek, ugye nyilván van körülötte valamilyen kis természeti részlet, azokat ugye egybeveszem, és akkor így lesznek ezek a tájképek. És mik azok ezek az utazások során, amik megfognak téged? Tehát ugye láthatjuk ezeken a kiállításokon, a képeken, hogy nem a legnépszerűbb vagy legimpozánsabb épületek kerülnek a képeidre. Kettő dolog van, ami akár tájkép, akár valami más, megfog akár más képein is, ez a szerkezet és a forma. Tehát, hogyha valami különleges, ilyen random formája van valaminek, vagy pedig a szerkezete nagyon látszódik, én arra valahogy érzékeny vagyok. Tehát a szerkezeti rajzot is próbálom rajta valahogy előhozni. Tehát akkor ugye olyan témák fognak sorba jönni, amik valamilyen épülethez kapcsolódnak, és valahogy vagy ilyen romos házak, vagy pedig épülő házak. És tehát amikor van nagyon sok gerenda, van nagyon sok, nem tudom én, téglán keresztül, nem tudom én, beszűrődő kis részlet, az mind annyira izgalmas, és ugye nincs meg mindegyik másik házon az utcában, hanem ő így kicsit más, akkor ő teljesen egyedi, és akkor így vonza a tekintetemet. És azt is mondtad, hogy bővíted még ezt a kiállítást, vagy szeretnéd. Igen, tehát elsősorban nagyobb méretű képekkel szeretném ezt megoldani. Meg hát nagyon-nagyon sok fotón van, amit még nem valósítottam meg. És akkor így most jön a nyári szünet, és akkor nagyon ráfekszek, és akkor nagyon remélem, hogy legalább háromszor annyit tudok felmutatni, mint ami az eddigi Környékképnek a terjedelme. És Emma, a te művészetedben is a természetnek nagy jelentősége van, hiszen neked is már több kiállításod volt, most kicsit puskázok a címeket illetően. Lélektáj, vannak olyan helyek, vagy elveszni a részletekben, viszont a te képeiden másképpen jelenik meg a természet. Hogyan születnek a te képeid? Hát ez a pár év alatt, amióta aktívan kiállítok, azt lehet észrevenni talán a képeimen, hogy egyre inkább veszik el ez a
természet, mint motívum. Tehát már nem úgy tekintek rá, mint témára, hanem egyszerűen a festmény elkészülte után lehet rá azt mondani, hogy ez esetleg egy absztrakt tájkép, hogy amit látunk benne, azok valamilyen valós motívumokra, formákra utalnak esetleg. Ami az én fejemben festés közben egyértelmű, mások fejében nem biztos, sőt lehet, hogy ők egészen mást látnak. Ezeket szeretem is így utólag hallani, megtudni, hogy ki mit lát abban az egy ecsetvonásban, pöttyben, valamilyen geometriai formában. És nagyon eltérő visszajelzéseket kapsz, vagy mondjuk azért aránylag azt látják, amit te láttál? Sokszor eltérő. Eltérő. De hát nagyon változó. Tehát ezért is érdekesek talán ezek a képek, mert ilyen nagyon szubjektív véleményt váltanak ki az emberből, beindítanak valamilyen. Tehát maga a szemlélő építi fel magában, még tovább vizualizálja a látottakat. Rólad azt olvastam, hogy a színek és a formák a legfontosabbak a képeiden, és mindkettőtökre van egy-egy szín, amit, vagy nem tudom, hogy egy van-e, de mondjuk Kozma Lauráról már egy vörös színt elneveztek, vagy hát van egy Kozma Laura vörös, nálad pedig a türkis szín, talán még, ha ez még aktuális. Ezek a színek valóban hozzátok tartoznak, vagy ez csak egy ciklushoz tartozik? Nálam ezek ilyen időszakos dolgok. Tehát egyszer csak rá találok egy színre, ami akkor abban a pillanatban nagyon megüt, és aztán elég hosszú időn keresztül végig kísér, de ennek a lendületnek egyszer csak vége szakad. Tehát van egy íve a színeknek, ennek a szeretetének is. Tehát van, amikor már úgy telítődik, és akkor kicsit hanyagolja az ember azt a bizonyos színt. Hát igen, én mondjuk az első kiállítás után szembesültem ezzel a ténnyel, hogy tényleg mindegyiken van egy ugyanolyan vörös, de nálam is most már ez így, tehát így lecseng ez a folyamat, most már így a komplementer párjára így a zöldre, biztos jobb idő van, és akkor azért zöld. Térek át, igazából én nálam a színek azok nagyon visszafogottak, tehát mindent legalább fele annyi szürkével keverek, mint amennyi tartalmaz maga a szín a tisztaságából. Tehát így se árnyékjaim nincsenek, se nagy kontrasztjaim, inkább a formák azok a fontosabbak, a színek azok éppen, hogy csak ilyen fekete-fehér fotótól egy picivel erősebbek, és talán a vörös az, amit ugyan biztonságosan lehet használni, hogy se nem az a rikítós lila, zöld, rózsaszín, az ilyen dolgok, amiket én nagyon-nagyon-nagyon nem szeretek. Használható így a vörös, tehát ez ilyen pont jó, és pont megtaláltam, de hát ennek is vége lesz, és most kíváncsi vagyok, hogy ez a zöld ez meddig fog tartani, vagy jellemzője lesz rám annyira, mint a vörös volt például. Tehát akkor itt mindenképpen ciklusokról és változásokról beszélhetünk, hiszen nagyon fontos a művészetben a megújulás, a folyamatos megújulás, és ugye egy-egy ciklusnak a végén, amikor már érzitek, hogy ez lassan kifújt, akkor egy új ciklus következik. Ez a megújulás milyen időközönként, vagy hogy következik be nálatok? Miből tudtok meríteni a megújuláshoz? Én most pont egy ilyen szakasznál tartok, és valamilyen eseményhez kötődik, mondjuk egy kiállítás, az egy nagyon jó lezárásként élhető meg, mert azokat a képeket, amiket addig festettél, kiállítod, és ezzel valami talán lezárul benned. Kapsz egyfajta elégedettséget is, hogy oké, akkor ezek a munkák most meg lettek mutatva. És nálam pont ez volt most a Kunstkafés kiállítás után. Ugye oda készültek ezek a türkíz holdak, fekete holdak az erős türkíz színnel, és éreztem, hogy most a türkízt kicsit háttérbe kellene helyezni, és elkezdtem dolgozni egy könyvillusztráción,
amiben már elő sem vettem például ezt a szint. Egészen más irányba indultam, meg más anyagokhoz nyúltam, textúrával kísérleteztem, előkerült egy ilyen durva zsákvászon, mint hordozó anyag, és erre színnel és arany spray festékkel dolgoztam, ami teljesen más, mint ami eddig volt. Szín az utóbbi időben már jelen volt nálam, de most nagyon erőteljesen. Tehát én is fegyem fel a titkaimat, hogy miket vonok be most az ilyen csodálatos dolgok. Hát kérlek szépen, most én krétát teszek az akril és a vízi színes képeimbe. Pasztelt is, pittet is, mindenfélét, csak valahogy kréta legyen, és ezekkel a vonalakat teszem egy másik dimenzióba így, hogy nagyobb foltok az ecsetes dolgok, és akkor a vonalak azok a kréták, és akkor ez nem úgy néz ki, hogy nem tudom, egy kifestős, vagy valami ilyesmi, hanem van, hogy tehát három réteg az egyikből, három réteg a másikból felvált. Tehát most egy nagyon ilyen tanulási folyamat, meg most így több ilyen más jellegű képem is van, ami kiállításon kívül készül, ahol pont kihasználom ezt, hogy mindent kipróbálok. Tehát van, ami csak akvarell, van, ami csak kréta, tehát. És akkor ebből gyúrom össze azokat a technikákat, amiket majd ugye felhasználok a kiállítás anyagban is, de most egyelőre ez nagyon tetszik, és remélem, hogy ez majd jó visszhangot fog maga után hozni. Már különböző technikákat mondtok, itt soroltok fel, hogy mi mindennel foglalkoztok. Hogyan készülnek a képek, mennyire tervezitek meg előre, illetve a téma és a forma vagy a technika között milyen összefüggés van? Tehát tetszik egy technika, és azzal készítetek képeket, vagy van egy olyan téma, amit csak egy bizonyos technikával láttok elkészíthetőnek? Nálam ez pont nagyon jellemző, tehát van egy adott fotó, és mindig az az első állomás az alkotásnak, és akkor azon, amilyen részletek vannak, dönti el, hogy az milyen technikával fog elkészülni. Lehet, hogy egy része pont víziszínesen lenne jó, mert pici kis ecsetvonásokkal tudna megvalósulni az a kis részlet. Lehet, hogy a háttér teljesen más, lehet, hogy nem is kell. És nálam tényleg a fotó határozza meg. Aztán tehát nem tudom pontosan előre, hogy fog kinézni, de legalább úgy fél útig biztosan tudom, hogy kell eltervezni a dolgokat. Aztán persze az alkotás folyamatában mindenféle furcsa dolog megtörténik, de meghatározza a kép a technikát. Én így dolgozom. Nálam pedig lehet, hogy épp pont fordítva van, hogy az anyag határozza meg akár a végső látványt. Volt tavaly nyáron készült pár képem, amit ilyen különböző médiumokra sikerült ráfestenem, például egy talált deszkadarabra, akkor ilyen régi szekrény fiókjait festettem úgy át, hogy azok képek legyenek. Tehát ez határozza meg magát a festés technikáját is, az anyaghasználatot, és hogy mi lesz az a kép. Vagy most legutóbb, ugye, amit említettem, hogy ez a zsákvászon. Ez volt az, ami a kiinduló pontom volt. És ez alapján, hogy ez az anyag hogy reagál ugye a különböző festékekre, technikára, így kellett eldöntenem, hogy akkor hogyan is fogok tudni dolgozni. Valamint, amit még kérdeztél, hogy a vázlatolás nálam nem jellemző, hogy én előre eltervezem a képeket, tehát inkább egy ilyen expresszívebb folyamat ez, közben alakul, fejlődik a dolog. Viszont ennél a munkánál, ugye illusztrációról van szó, kemény vázlatok alapján meg lett tervezve, hogy akkor hogyan fog kinézni a végső kép. Azért is vázlatoltam most talán, mert nagyon bizonytalan voltam az anyagot illetőleg. Tehát nem dolgoztam még erre a zsákvászonra, nem volt kifeszítve, csak felszögeltem a falra, különböző hosszúságúak voltak ezek, és féltem, hogy ez a zsákvászon hogy issza be a festéket, hogy csúszik rajta a festék, és így utólag jól döntöttem, tehát kellett a vázlat. És
Laura, neked előjön a grafikus tervező a festmények készítésekor? Tehát a grafik a rajzban jön talán elő, de az nagyon sokszor el is tűnik, ahogy én ráviszem ugye az ecsettel a festéket, tehát nem tudom. Vannak olyan dolgaim is, amik így vázlatszerűen vannak befejezve, tehát így nem is tervezem nagyra, meg nem is fejezem annyira be, hogy az a festmény kategóriába essen. Tovább. Mik azok a technikák, amiket szerettek, amiket érdekesnek találtok, vagy még nem próbáltátok? Nekem lenne a kollázs, amit nagyon szeretek, és nagyon-nagyon jó volt csinálni, de annyira fárasztó, hogy tehát én nagyon imádom, tehát pont ebben van az a jó alkotási folyamat, amit az Emma művel, hogy nem tudod, hogy előre hogy fog kinézni, csomó réteg egymás tetejére megy, papírfesték, tehát ez nagyon-nagyon izgalmas, de nagyon fárasztó, kicsiben is, nagyban is, pedig ez nagyon jó lenne, hogyha még valahogy betalálna a technikáim közé tévedni. Őt nagyon szeretem, és nagyon jónak tartom, izgalmasnak, mindenkinek mindig tetszik. Az elején azzal kezdtük, hogy közös dolgok, vagy közös pontok a ti életetekben. Az egyik ilyen közös pont még, hogy a Hitkör Artnak a tagjai vagytok, és a Hitkör Art bemutatkozó kiállításán, ami az Antalovics Péter és Benedek Miklós egy-egy versének az illusztrációjára készült képeket állított ki, ott is mind a ketten részt vettetek. A Hitkör Art az mit jelent a kis csoport számára? Mit ad a munkátokhoz, vagy ad-e hozzá valamit? Ad, persze, hogy ad. Elsősorban ugye lehetőségeket, ugyanennyire fontos az, hogy új embereket ismerhettünk meg, és itt nem csak a képzőművész kollégákra gondolok, hanem az irodalmárokra is, akikkel, ha nem is közvetlenül kerültünk kapcsolatba, ugye így a Benedek Mikivel és Antalovics Péterrel, de megismerhettük az ő munkájukat, ami számomra nagyon érdekes volt, meg jó volt olvasni az ő könyveiket. Tehát nagyon-nagyon jó dolognak tartom ezt a Hitkör Artot, és örülök neki, hogy benne lehetek. Hát és remélem, hogy egyre aktívabbak leszünk majd, hogy lesznek még közös projektek. Szerintem minden csoport nagyon-nagyon jó, de ez tényleg egy igazán jó csoport, tehát főleg azért is, amit az Emma mondott, hogy nem csak képzőművészek vagyunk, viszont mindannyian fiatalok vagyunk. És ez olyan tágítása mindenki látáskörének, ami pont olyan határokon belül valami mindenkit érdekel, ugye a csoporton belül. Tehát így mindenféle csoportban nyilván lehet tartozni, de hát mindegyik megvan egy oka, hogy miért kell ez nekem. De hát ez tényleg nagyon jó, ez a Hitkör. Pont azok a fiatalok vannak benne, akikkel együtt járunk művésztelepekre, akikkel szinte majdnem egy helyre megyünk szórakozni, tehát ez így része az életünknek, hasznos része. Az irodalom és a képzőművészet találkozási pontja pedig pont az illusztráció, ami a Hitkör Artosoknak a bemutatkozó kiállítása is volt, és már Emma említetted, hogy borítókat is tervezel most is éppen. Erről a kapcsolódási pontról beszéljünk akkor egy kicsit, hogy egy ilyen illusztráció az mennyire játszik szerepet, vagy fontos szerepet a képzőművész életében. Hogy születik meg? Tehát mennyire kell magatokévá tenni az adott szöveget ahhoz, hogy elkészüljön egy illusztráció? Hiszen mondjuk a Hitkör Artosoknak a kiállításán, hát a hány kiállító volt, annyi különböző ötlet ugyanarra az egy-két versre. Hát igen, ez érdekes dolog, nagyon személyes. Én talán ugyanannyira személyes az, hogy ki mit illusztrál, mint hogy ki mit fest. Tehát ez teljesen ugyanannyira egyéni dolog. Szerencsére a feladat az nagyon nyitott volt, így nem volt kötelező elejétől a végéig egy adott verset illusztrálni, lehetett csak a címét, vagy csak egy szavat. Tehát ez így azért sokkal könnyebb volt, és akkor mindenkinek, ami feküdt, azt úgy próbálta kiemelni. Mondjuk én ezen kívül egyáltalán nem illusztráltam még semmit, ez egy nagyon nehéz feladat szerintem minden képzőművésznek, nálam inkább az iskolában akad ilyen megoldandó probléma, amikor magyarázok valamit, mert ott is, tehát így illusztráció is van, de hát ott nagyon-nagyon kell kötni a feladatot, annak a mondjuk rá az irodalmi tartalmát, azzal, hogy mit, hogy ábrázolunk. De ez meg már egy másik téma. Hát én inkább ehhez a mostani, ezzel a mostani feladatommal tudok azonosulni. Itt most úgy történt ez a folyamat, hogy ugye elolvastam a könyvet, egy regényről van szó, a Fórum fogja kiadni ezt a könyvet,
Tehát sokat gondolkodtam azon, vázlatoltam, hogy most akkor ez hogy is lesz. Jegyzeteltem olyan részleteket, amik megfogtak, mondatokat, egy-egy ilyen képleírást kiírtam magamnak, hogy akkor most ugye illusztrálni. Hogyha ezt a szót hallja valaki, akkor arra gondol, hogy konkrétan ugye illusztrálni akár egy cselekményt, egy történést, egy szemét. Viszont én inkább úgy álltam hozzá ez az egészhez, hogy a regénynek a hangulatát próbáltam valahogy visszaadni. Úgyhogy lehet, hogy nehéz dolog ez az illusztrálás, viszont lehet úgy is hozzáállni, hogy nyitottan, könnyedén, lazán. Csak valahogy mindenkinek ki kell találni a saját maga részére, hogy mi az, ami neki fekszik. Hogyha nekem nem fekszik az, hogy én egy jelenetet vizualizálok, egy cselekményt, akkor nem kell azt csinálnom. És te még emellett, hogy könyvborítók és illusztrációk, színházban is dolgoztál már díszlettervezőként. A Furcsa Hurok című előadásban láthattuk a te munkáidat. Ezt gondolom, hogy még egy külön színfolta a képzőművész munkájában. Igen, hát ez egy teljesen más világ, a színház világa. Ugye nem mint díszlettervező, tehát nem lehet így mondani talán, mert Döbrey Dénes kitalálta, hogy mi lesz a díszlet. Inkább úgy mondanám, hogy megfestettem a díszletet. Ugye székekről, asztalokról beszélünk, de ezen belül teljesen szabad kezet kaptam, hogy legyenek ezek megfestve. Meg volt viszont a koncepció, hogy az előadás végére a színészek úgy rakják össze egymáshoz ezeket a székeket, asztalokat, hogy az egy összeálló képet alkosson. Tehát ezt is én kitalálhattam, hogy akkor hogyan rakosgatom egymásra, egymás mellé ezeket. Színészek ezt megtanulták, ugye, hogy a végén hogy kell ennek kinéznie, és ugye a részletekből egy egész lett.
Kedves hallgatóink, a művelődési műsort hallgatják az Újvidéki Rádióban. Vendégünk Pesti Emma és Kozma Laura, két fiatal szabadkai képzőművész, akik nemrég Dr. Bodrogvári Ferenc díjat kaptak. Mindemellett, amiről már szó volt, van nektek hát egyéb foglalkozásotok. Laura, már mondtad, hogy iskolában tanítasz, most éppen általános iskolában. Rajztanárként hogyan funkcionálsz? Ez a rajztanár lét, ez egy olyan dolog, hogy aki csak magyar nyelven tanít, olyan tantárgyat, ami egy héten csak egyszer van, az magával vonja azt, hogy nem csak egy iskolában dolgozik. Nekem a rekordom az 4 volt egy évben, most 3-ban dolgozok, és ott van középiskola is, meg általános iskola, és így mind a kettőhöz teljesen más embernek kell lenni. A gyerekek meg a generációk határozzák meg, hogy ez hogy funkcionál igazából, hogy hova melyik énemet kell elővenni. A középiskolát azért nagyon szeretem, mert ott művészettörténet van. Hú, ez egy annyira egy ilyen tudományos tantárgy, tehát így, akkor olyan okosnak érzem magam, amikor ott magyarázok a gyerekeknek, és akkor ugye az ilyen érettségi tantárgy a turisztikásoknak, az nagyon más, mint hogy valakit rávenni arra, hogy motivált legyen és alkosson. Az inkább ugye az általános iskola. És akkor van lehetőségem szakkört is tartani, nagyon sok versenyre is megyünk, minden hónapban szinte van valami másmilyen pályázatot, ott mindenféle sokrétű munka folyik. Mire vagy pont kíváncsi? Hát, hogy például mi mindent viszel bele a munkádba, ha általános iskolát nézzük, ha a középiskolát, hogy hogyan tudod őket kreativitásra serkenteni? Hát improvizálni szoktam általában, mert én hiába találom ki, hogy nem, hogy ezt fogom csinálni, soha nem úgy sikerül, meg hát soha nem úgy gondolják, mint ahogy én gondolom. Tehát nagyon sok plusz dolgot beviszek az órára, tehát a videótól kezdve klippeket nézünk, ott hogy vannak összemontázsolva a videó szinten a dolgok. Tehát minden technikához van valami külön, nem tudom, trükk, hogy azt megmutassam, hogy egy, nem tudom, egy híres vagy egy kész alkotás, miért jó, miért tetszik az embereknek, miért lett híres, és hogy miért csináljuk akkor mi is azt. És akkor tehát egy tehetséges gyereket is, hogyha nézünk neki is, némelyik feladat fekszik, némelyik nem. Úgyhogy teljesen improvizálás az egész, de igazából úgy kell hozzáállni, hogy kíváncsinak kell lenni a végeredményre, rengeteg opciót fel kell halmozni, hogy nem majd egyik az működni fog, és akkor nagyon jó eredmények lesznek belőle. Már látod a tehetségeket? Igen, persze. Vannak itt az első rajza után. Szoktak néha lenni csalódások, hogy hú, erre a versenyre milyen jókat küldött, egy másikra pedig így fogom a fejem, hogy ezt ugyanaz rajzolt. Tehát ez így nagyon ritka, de ez is előfordul, de szerencsére rögtön. Igazából a gyerekek hozzáállásán már látszódik, hogy ő tehetséges, vagy nem, ha rajzaim még korábban nem is. És sikerül őket terelgetni úgy, hogy akin látod, hogy tehetséges, esetleg ahogy titeket terelgettek annak idején, hogy megtalálják az útjukat? Persze, tehát aki tehetséges és szeret is csinálni ugye ezt az egészet, az igényli is azt, hogy tanárnő, akkor most ezt még hogy fejezzem be, tanárnő, most, hogy el akarom küldeni versenyre, akkor mit csináljak még? És mindig megvannak ezek a dolgok, és ez teljesen egészségesen jól működik. Eszembe jutott, hogy arról nem beszéltünk, hogy miért választottatok mind a ketten azt, hogy Magyarországon tanultok tovább. Itt nem volt lehetőség, vagy közelebb volt, könnyebb volt, miért? Hát talán a nyelv miatt volt szimpatikusabb az, hogy inkább Szegedre menjek, mint Újvidékre. Ennyire egyszerű. Mondjuk én bevállaltam volna, hogy átesek azon, hogy ugye szerbül tanuljak, mert ugye nekem mindenféleképpen 100% volt, hogy de ide jövök dolgozni, tehát most egy kis kitérő, hogy Magyarországon tanulok, de csak kellnek, tehát nekem is volt mondjuk szerb osztályom, nem is egy, de hát ugye túl kellett esni ezen, inkább az, hogy sokat megpróbáltunk, tehát nem csak egy egyetemre jelentkeztünk, és akkor azért Újvidékre nagyon keveset vesznek fel, és hát nem pont minket gondoltuk mi, vagy legalábbis én, és akkor Szegedre azért volt egyszerűbb. Akkor most megszakítottam a munkátokkal kapcsolatos kérdésválaszt, úgyhogy Emma, akkor kérlek, te is a közelben dolgozol, azt már tudom. Igen, a szomszéd utcában dolgozom. Egy grafikai stúdióban, nyomdában vagyok, grafikus nyomdai előkészítő. Hát ugye ez végül is a középiskolai szakmám, tehát amiket akkor megtanultunk Laurával együtt középiskolában, én most azt kamatoztatom, arra építettem fel ezt a munkakört.
tehát a grafikai programokat mi akkor már megtanultuk az alapokat, az Illustrator, Corel, Photoshop, ilyesmi, ugye plakáttervezés, arculattervezés, logó, nyomdaiparnak az alapjaiba is betekintést nyerhettünk. Úgyhogy én valahogy ehhez visszakanyarodtam. Ugye Laura inkább elment a tanári pálya felé, mert hát ha valaki befejezi azt a szakot ott Szegeden, akkor ugye vagy tanár lesz, vagy valamilyen más opciót talál ki magának, és én valahogy inkább e felé hajlottam, mint a tanárkodás. Már középiskolában is szerettem én ezeket a dolgokat csinálni. Én szerettem volna Szegeden maradni, az az igazság, viszont nem találtam munkát. Diploma megszerzése után én még hónapokig ott voltam, és keresgéltem, önéletrajzzal jártam be a várost keresztbe hosszába, és egyszerűen nem vettek fel, nem kerestek munkaerőt ebben a szakmában. Itthon pedig épp jött egy lehetőség, beadtam az életrajzot, behívtak, felvettek, úgyhogy jöttem haza. Hát lehet, hogy ennek így kellett lennie, és azt is elmondom még a hallgatóknak, hogy megörültetek mind a ketten, amikor ajánlottam, hogy közösen készítsünk interjút, és már tudjuk, hogy szinte együtt nőttetek föl, vagy hát sok évet töltöttetek együtt. Mennyire követitek, kíséritek egymás munkáját? Maximálisan. Igen, pont ezt a szót kerestem. Igen, maximálisan. Szerintem egy Facebookon is, mert mindketten azért elég aktívan töltögetjük fel a munkáinkat, mindkettőnknek van külön Facebook oldala. Ott is követjük egymást, de hát persze még jobban való életben egymás kiállítással. Az egy muszáj. Már ha az internetet említett, pont erre is rá akartam kérdezni, hogy az internetes felületet is ügyesen használjátok ti arra, hogy megismerjenek benneteket. Erre azért van szükség, mert tehát mondjuk aránylag ti kettőtök neve elég sokszor föltűnik, hogy kiállításotok van, ha nem is egyéni, de csoportban. Mennyire van erre lehetőség, vagy éppen ezért kell az internet? Vagy hát ez egyszerűen a mai világban már így van? Köszönjük szépen, ezt így jó hallani. Szerintem valaki, ha nagyon híres, vagy egyáltalán nem az, mindenféleképpen elvárás, hogy legalább egy Facebook profilja legyen. Szerintem ezt így kell csinálni. Ha nem csinálnánk, akkor így lenne valami űr. Szerintem ez elvárás is, de nem az elvárásnak akarunk megfelelni. Ez mostanában így egészség, és én még főleg plusz a gyerekek miatt csinálom, tehát hogy ne legyen az, hogy nem tudom én, a rajztanár nem fest, vagy most nem, tehát megint ez elvárás lenne, bocsánat. Tehát nekem ez fontos, ez motiváció az én munkában a diákjaim számára, hogy amiket én posztolok, az egy lehetséges cél, hogyha ők komolyan veszik a tantárgyat, tehát kerekper, ez most így tényleg ez akar lenni. Én is úgy érzem, hogy ez az élet része, hogy a mai világban az emberek így ismerik meg az új dolgokat. És hát ugye azért fest valaki, hogy azt megmutathassa. Hát nem azért festek, hogy azt csak én lássam. És hát így ismerik meg legtöbben az embert ma már. Már említettük a Hídkör Art csoportot, és hát más csoportoknak is a tagjai vagytok, meg ti magatok említettétek a művésztelepeket, ahol pedig sok képzőművész gyűlik össze rövid időre egy helyen, viszont valahogy nekem a képzőművészet az inkább magányos tevékenységnek tűnik. Igazam van-e? És hogyha csoportosan, tehát ha művésztelepre mentek, akkor az mit jelent számotokra? Hát abban egyetértek, hogy a művészetnek ez az ága egy magányos dolog, abszolút. Viszont a művésztelep az egy egészen más tészta, más mese, mert olyankor az a lényeg, hogy együtt legyünk kortársainkkal, akik szintén ugye festenek, grafikáznak, láthatjuk egymást, ki hogy dolgozik. Az nem azt jelenti, hogy ellopjuk egymás technikáját vagy ötleteit, hanem egyszerűen inspiráljuk egymást, új ötletek jönnek ettől. És ilyenkor valahogy
alkotás közben sem zavar az, hogy most még 10 ott vannak a környezetemben. Igen, én is így gondolom, tehát a művésztelep az olyan, mint hogyha mindenki, aki kint van, saját maga tudna ugye egymástól függetlenül alkotni. Tehát most, hogyha valaki ott fest, akkor nem fog a másik 10 körbeállni körülötte és nézni, és akkor az a valaki rosszul érzi magát, tehát mindenkinek megvan az a saját kis, nem tudom, négyzetméterre, ahol tud dolgozni, ami ugyanúgy funkcionál, mint hogyha otthon dolgoznánk, de a művésztelep ez, ahogy az ember is mondta, hogy az én szavaimmal egy ilyen szeminárium, hogy így elmegyünk oda, és akkor tovább képezzük magunkat, hogy ki más, mindenki hogy dolgozik. Nekem a legfontosabbak inkább azok voltak, hogy jönnek másoknak az ötletek. Tehát én a pályafutásom elején ezzel voltam a legnagyobb gondban. Nyilván technikákat, meg egyéb dolgokat azért csak összeszedünk internetről, iskolából, innen, onnan, amonnan ránk ragadnak. De az, hogy ki hogy gondolkodik, nekem ez volt nagyon fontos, hogy kinek hogy születik az ötlet, hogy mi lesz utána az alkotás. És hogy mennyire bátor valaki. És sokáig is azt éreztem, hogy nem vagyok elég bátor a festészetben. És ilyenkor jó látni a társakat, akik esetleg szabadabban gondolkodtak már akkor, vagy bátrabban álltak hozzához. Akik már eleve olyan személyiségek is. Az ilyen dolgokból lehet tanulni. Szeretnék mondani példát, tehát így kiöblött a kávé, nem baj, rendben van, akkor az a tüzet okádó sárkánynak a tüze lesz, semmi gond, és akkor kávészínű lesz az egész. Tehát mindent meg lehet csinálni. Most nem feltétlen fogjuk kiállítani, de ezek a dolgok is egy fontos részét képezik annak az útnak, ami majd egy kiállításhoz, tehát egy teljesen más témában, de elvezet. Megismeritek ezt, hogy jönnek másoknak az ötletek? Nektek hogy jönnek? Hát Laura ugye említette, hogy fotó alapján dolgozik, meglát valamit, lefotózza, és ugye abból lesz aztán a kép. Nálam is volt egy ilyen időszak, aztán elkezdtem inkább fejből, és mostanában ez már teljesen így van, hogy az én fejemben épül fel az a világ, az a táj, vagy az a város részlet. Van olyan alkalom, hogy sokáig ülök akár az üres vászon előtt. Közben zenét hallgatok, el vagyok, kikészítem a festékeket erre-arra, de ez az egész előkészület alatt én már úgy fejben azért festem a dolgokat, meg helyezgetem a formákat, és az nagyon jól szokott esni, hogy leülök, és csak nézem az üres vászat, és nekem akkor szokott úgy kialakulni a kompozíció nagyjából. És hogy álltok a képek eladásával? Vegyesen, talán. Ez is ilyen szerencse kérdése, meg ilyen időszakos dolog, hogy van, amikor megszalad, valamikor nem, valamikor olyan időszak van, hogy így jobbak az árak, többet tudunk kérni érte, valamikor nem annyira, nem tudom, igazából még nem vagyunk annyira ilyen nagyon befutott, mindenki által ismert képzőművészek. Tehát talán kóstolgatjuk ezt a biznisz részét a szakmának. Magatokat menedzselitek ez ügyben? Vagy hogy jönnek az eladások? Tehát ehhez is nyilván például az interneten való lehetőség az hozzásegít. Hát elsősorban ugye magunkat kell megmutatni először kiállítás alkalmával, aztán pedig ugye ezt állandóan kísérni kell az internetes felületeken. Én mondjuk nem szoktam olyan munkákat megosztani, amik még nem voltak kiállítva, esetleg picike kis részleteket belőle, vagy amikor még nincs készen. Hát nem tudom, igazából ezt majd egy pár év múlva kellene újra megkérdezni. Én még ugyanit nem láttam bele. Én meg nem szoktam olyan képet eladni, ami még nem volt kiállítva. Tehát nekem meg ez egy ilyen kis elvem, hogy akkor azt addig még nem tudok megválni tőle, egyszerűen még nem sikerült kiállítani. Jól mondta Laura, ez nálam is így van, időszakos, tehát van, amikor így bevonzák egymást a vásárlók. Nem is, keresett, igen. De igen, hogy nincs egy ilyen fix beállt kereset, és kérdezték már biztos Laurától is, hogy azt el tudnám-e képzelni, hogy csak a festésből éljek. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy az lehet, hogy egy plusz görcsöt nyomná rá az egészre, egy nagy terhet, súlyt, hogy oké, akkor most teljesíteni kell adott mennyiséget hozni, hogy meglegyen az a havi kereset, amiből meg tudok élni. És akkor lehet, hogy nem lenne ennyire szabad, felhőtlen, lendületes az, ami
kikerül az asztalra. Most pedig, hogy Bodrogvári Ferenc díjat kaptatok, ez azt jelenti, hogy már azért vannak olyan emberek, akik fölfigyelnek a ti munkáitokra. Emmának például a 2017. januári kiállításának a megnyitóján elhangzott az, hogy túlléptél az eddigi képeiden, és úgy érzem, hogy már mind a ketten, tehát hogyha nézzük a képeiteket, akkor már fölfedezhetőek azok a jellegzetességek, azok a gesztusok, amik csak rátok jellemzőek. Ti hogy érzitek ezt? Már kialakult-e egy Kozma Laura vagy Pesti Emma stílus? És hol tart most a művészetetek? Tehát, hogyha valakinek már van önálló kiállítása, akkor az már úgy azt kellene, hogy jelentse, hogy jó, akkor most már ez egy olyan szint, ami köthető a nevemhez, és meg talán meg tudnak majd a későbbiekben is ismerni róla. Tehát én ezért állítottam ki, tehát tavaly először, mert akkor értem el egy olyan szintre, hogy olyan képeim voltak együtt, amiket ugye érdemes volt, és amik talán jellemzők rám, hogyha ügyes vagyok, akkor ezt még egy darabig, ezeket a dolgokat részleteiben megtartom. Ez a díj pedig, tehát így nagyon új, és én nem tudtam, hogy hogy működik. Tehát, hogy csak úgy gondolom, Emma, téged is fölhívtak, hogy jelölve vagy. Igen. És akkor néztünk utána, hogy tudtam, hogy létezik ez a díj, de hogy így, hogy miért vagyok jelölve, nem jelentkeztem. És akkor ugye kiderült, hogy ajánlani kell ezeket a művészeket, akiket ugye aztán később kiválasztanak. Úgyhogy ez már egy olyan, ez hogy már ajánlottak minket, ez már egy olyan szint, hogy ja, akkor már tényleg biztos, hogy a képeinkről meg tudnak ismerni minket, tehát a nevünk már kötve van ehhez a stílushoz, azért legalább ehhez a ciklushoz, amit most képvisel. Úgyhogy igazából, amit én így elterveztem, azt már így, úgy már célba értem, tehát így befutottam ebből a szempontból. Most ez egy olyan útnak a kezdete, amit még így abszolút nem képzeltem el, hogy milyen lesz. De nagyon örülök, hogy van egy ilyen löket, ami ugye előre mutatja azt, hogy most már ennek meg kell, hogy történjen. Tehát most már eljutottunk a második fordulóba, ahol már van egy start, van egy díj, van egy kiforrott stílus, tehát így most már én szerintem is, nem csak a szemlélők szerint is. Ez nagyon izgalmas lesz. Remélem, sok évig tartani fog. Igen, igen. Mondjuk tényleg ez igaz, hogy én is ezt úgy élem meg talán, mint egy ilyen hatalmas nagy motivációlöket, mert egyszerűen biztos mindent érem, de ebben a szakmában nekem személyesen nagyon kell a megerősítés. Nem megfelelni akarás, nem akarok én megfelelni különböző igényeknek, hanem hogy azért azt halljam, visszalássam vissza, hogy jól van, jó ez csináld. És ez egy olyan dolog, és nem akármilyen. Pláne, hogy így ketten egyszerre kaptátok, akkor még egymás örömében is, a saját örömötökben is osztozhattok. Képzeld el a tanárainkat, meg az osztályfőnökünket. A két diákom egyszerre, azt a mindig. Hát igen, van öröm. Biztos, hát persze. Egymásnak mindenféleképp mindig örülünk. Ez nagyon jó. Nem is tudom, hogy milyen érzés lett volna, hogyha egyikünk vagy a másikunk kapja egyedül. Nem is akarom elképzelni valahogy, így igen, nagyon boldog vagyok, hogy így lett. Akkor megtudtam, hogy Laurát is jelölték, akkor talán ez volt az első vagy második gondolatom, hogy nem, az első az volt, hogy annám úgyse. A második az volt, hogy jó, de mi lesz, hogyha esetleg egyikünk megkapja. Hogy abban úgy lett volna egy picike kis szomorúság egyik másik oldalról. De ez, hogy mindketten, hát eszembe nem jutott. Ez egy gyönyörű, szép dolog. Nem tudom, hogy miért lett így, meg hogy kitalálta ki, meg hogy így, hogy egyáltalán legyen ilyen, de ez annyira szép tényleg, hogyha belegondolsz, mondjuk, hogyha te lennél a tanárunk, vagy valami, ez egy álom, nagyon-nagyon szép. De annyit tennék hozzá, hogy nekem ez a díj, ez egy nagy ajtó. Tehát így az egyik szobának a vége, és a másiknak az eleje, de egy nagyon-nagyon nagy ajtó. És a másik szobában még nem tudom, hogy mi van. Na hát akkor én is örülök veletek, és köszönöm, hogy megosztottátok a hallgatókkal is az örömötöket, és további sok sikert kívánok a munkátokban. Remélem, hogy visszatérő vendégek lesznek nálunk. Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, Pesti Emmával és Kozma Laurával, a dr. Bodrogvári Ferenc díjas szabadkai képzőművészekkel beszélgettünk.